Köszöntök mindenkit! Webináriumi adássorozatunk 9. részéhez érkeztünk. Az előző adásainkban munkajogi, munkavédelmi kérdéseket jártunk körül. Ma pedig az MTSS-ről szóló hasznos információkról fogunk beszélgetni, illetve a szakszervezeti tagsággal járó előnyökről. Novodonszky András kollégám, az MTSS szakértője lesz ebben segítségünkre. Sziasztok! Az MTSS Magyarország egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezete. Hogyan indult el az MTSS működése, hogyan alakult ki a szakszervezet? Az MTSS újkori történelmét 1990-re, tehát 30 évvel ezelőttre kell visszavezetnünk, amikor is a Budapesti Műszaki Egyetemen 72 mérnök megalapította a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetét. A három évtized alatt eljutottunk odáig, hogy ma Magyarország egyik legnagyobb szakszervezetéről beszélünk, hogy te is említetted. Közel 12 ezer tagnak, közel 70 vállalatnál látja el az érdekvédelmét. Melyek ezek a vállalatok? Milyen szektorokban tevékenykedik az MTSS? Én két nagy szektort tudnék kiemelni. Az egyik a magyar nemzetgazdaságnak a versenyszférában lévő legnagyobb ipari vállalatai tartoznak. Meg kell említenem a Mercedes-t, az Opel, a Bosch, az Ericsson, a Jabilt, az Infineon céget, de ide tartozik a Kühne-Nagel, a Tetra Pak, a Six, az SMB, sorolhatnám hosszasan még ezeket a cégeket. A másik nagy terület azok a közszolgáltató vállalatok, amelyek megtalálhatók országos szinten, mint például a MÁV csoportvállalatai, a MÁV ZRT, a MÁV Start ZRT, a MÁV Szolgáltató Központ, a MÁV FKG Kft., illetve a Budapest fővárosban lévő nagyobb közszolgáltató vállalatok, a BKV, a BKK vagy a Budapest közútra gondolhatunk itt. Emellett van pedagógus tagozataink, több iskolában is jelen vagyunk, egészségügyi tagozatunk, egészségügyi intézményekben, illetve nyugdíjasok és felsőoktatásban tanuló diákok is erősítik az MTSS-t. Az MTSS rövidített elnevezése a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének. Ez azt jelenti, hogy mérnökök és technikusok a tagok? Nem azt jelenti, mese ez. Régebben esetleg igaz volt az MTSS-re, napjainkra ez már nem igaz. Természetesen a tagságnak a alapját, a bázist, azt a mérnökök és technikusok képviselik, de ezen kívül nagyon széles a munkavállalói kör, ami ide tartozik. Csak véletlenszerűen említenék egy párat, a gépmesterek, gépbeállítók, operátorok, összeszerelők ide tartoznak, de vannak villamosvezetőink, mozdonyvezetőink, motorvonatvezetőink, diszpécsereink, jegyértékesítőink, személypénztárosok, szolgáltatási értékesítők, járműszerelők, tehát tényleg végtelen ez a sor, orvosok, asszisztensek, szakápolók, laboráns munkatársak, úgyhogy nagyon széles ez a kör. Tehát egy országos lefedettségű szakszervezetről van szó, szerteágazó területről. Ez így van, mint hogy munkakörileg nagyon szerteágazó, vállalati struktúrában nagyon szerteágazó, földrajzilag is nagyon szerteágazó az MTSS, hiszen, ahogy említettem is neked, ezek a nagy ipari vállalatok, a Kecskeméti Ipari Parktól, a Miskolci Ipari Parkig megtalálhatók, de Tiszaújvárostól, Szent Gotthárdig, ugye a versenyszférában, vannak olyan vállalatok, ahol jelen vagyunk, de a közszolgáltató vállalatoknál is ugye a MÁV csoport országos kiterjedésű, ahol a tagjaink Békés Csabától, Celdömölkig vagy Miskolctól Pécsig jelen vannak. Mit nyújt a tagok számára az MTSS? Miért érdemes tagnak lenni? Ezt a kérdést is hosszan fontolgat, megbeszélhetjük. A tagságunknak a legnagyobb juttatás, amit tudunk biztosítani, és a legfontosabb szakszervezeti feladat az az érdekvédelem. Ugye ez azt jelenti, hogy a vállalatoknál, cégeknél, ahol jelen vagyunk, harcolunk a jobb munkakörülményekért, a jobb bérekért, a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséért. Az előző adásban ugye beszéltünk a kollektív szerződéseknek a fontosságáról. Ezeket az érdekvédelmi eredményeket, ezeket elsősorban ott tudjuk ugye megjeleníteni. De a kollektív szerződés, mint ugye szó esett róla, számos többletet tartalmazhat a munkabérekre vonatkozóan, de akár a szabadidő többlet biztosítására, gondolok itt például a szabadságok területére is, de a munkaruha, formaruha viselésére, juttatására is ugye a kollektív szerződés biztosít tudnivalókat.
Ebben a szakszervezeteknek ugye van nagy szerepük, hiszen kollektív szerződést a munkáltatóval csak szakszervezet köthet. Az MTSS, ezben a közel 70 vállalatban, ahol jelen vagyunk, nagy részében kollektív szerződést kötő, tehát megkerülhetetlen fél. Az is nagyon fontos, hogy tudunk nyújtani a tagjainknak többet béreket, hiszen minden évben a VKF megszületett eredmények alapján, ugye megállapodnak a minimálbér és a garantált bérminimumba, ezt követi a vállalati szintű bértárgyalások. És ahol az MTSS jelen van, ott jobbak a bérek, jobb eredményeket tudunk a bérekben is elérni. Szintén egy többletszolgáltatás vagy többletjuttatás, amit nyújtunk a tagjainknak, amiben te magad is aktívan közreműködsz, az az ingyenes jogsegélyszolgálat. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak munkajogi kérdésekbe állunk a tagjainknak a rendelkezésére, hanem polgárjogi vagy családjogi kérdésekben is. Ha megengedsz, pont egy napjainkból egy példa, ha jól tudom, keresett meg téged egy tagunk, akit leszázalékoltak, vagy folyamatban van neki ugye a leszázalékolásra, született egy elsőfokú határozat, amivel ő nem ért egyet, nem tudja elfogadni, ezért megfellebezte ezt a határozatot, és pont te segítettél neki, ugye egy több oldalas, igen bonyolult folyamatban, hogy ezt hogy tudja megfelelezni. Tehát a tagjaink egy ilyen szolgáltatást is a jogsegély szolgáltatáson keretében igénybe vehetnek. Akkor meg kell azt is említeni, hogy van nagyon sok szolgáltató partnerünk, akik különböző 5-50%-ig biztosítanak különböző kedvezményeket a tagjainknak, amelyek közül kiemelném ilyen véletlenszerűen neked a banki szolgáltatásokat, a mobil kommunikációs szolgáltatásokat, mind a három nagy mobil szolgáltatóval az MTSS-nek van megállapodása, ami alapján a tagok kedvezményesen vehetik igénybe ezeket a flottákat. De nagyon fontos kedvezményünk a MOL MTSS kártya, amely az MTSS honlapján igényelhető meg, és a magyarországi MOL kutakon 6 forint literenkénti kedvezménnyel lehet tankolni. És ennek ezeket a szolgáltatásokat nagyon sokan igénybe is veszik. Ezek széles körre megtalálható a honlapunkon, illetve a Gulának a 4. számában, ami december elején fog megjelenni, külön táblázatban is össze lesz gyűjtve az összes kedvezmény, amelyet az MTSS nyújt a tagjai számára. A szállodáktól, az éttermekig, ahogy említettem, benne lesznek a mobil szolgáltatók is. Említetted, hogy a széles körű szolgáltatások mellett az MTSS-nek a fő célja az az érdekvédelem. A helyi vállalatoknál a helyi tisztségviselők segítségével, közreműködésével látjuk el az érdekvédelmet. Fordít-e figyelmet az MTSS a tisztségviselők képzésére? Természetesen. Ez egy megkerülhetetlen, nagyon fontos dolga érdekképviseleteknek, főleg ugye az olyan nagyoknak, mint mi is vagyunk, hogy a helyi szinteken, a cégeknél, a vállalatoknál a tisztségviselőink, az ügyvivőink megfelelő képzettségekkel rendelkezzenek. Éppen ezért 6 évvel ezelőtt lett életre hívva az MTSS Akadémia, amely minden évben többnapos képzést biztosít munkajogi, munkavédelmi, érdekvédelmi, kommunikációs felkészítést tesz lehetővé ügyvivőinknek, akik utána visszamennek abba a cégbe, gyárba, vállalathoz, telephelyhez, telephelyre, ahonnan érkeztek, és ott tudják kamatoztatni az MTSS Akadémia megszerzett tudásokat. Szintén nagyon fontos a képzésekről, ha beszélünk, hogy ebben az évben útjára indítottunk egy digitális képzést, az is volt így a neve, hogy a digitális szakadék csökkentése vagy leküzdése, hiszen tudjuk, hogy életünknek most már meghatározó része lett ugye az internet, a mobil kommunikáció, és ezeket megfelelő módon biztonságosan kell tudni kezelni. Éppen ezért az MTSS képzéseket indított, ez több napon át tartott, Békés Csabán, Kecskeméten, Miskolcon, Füzesabonyba, ahol több mint 150 tagunknak biztosítottunk lehetőséget, hogy ezt a képzést elvégezzék, és ezeket a korszerű digitális ismereteket megszerezzék. Amit én még kiemelnék a számodra, az, hogy a képzésekről, ha már beszélünk, meg egy kicsit így a többletszolgáltatások is szót kaptak az előzőekben, hogy segítünk például önéletrajzokat megírni, kísérőleveleket elkészíteni. Tagjainknak is, aki esetleg munkakört vagy céget akar váltani, vagy valami miatt rákényszerült ezekre, sokszor találkozunk ugye azzal, hogy az egy ilyen belépő, egy nulladik lépcső, hogy adj be egy önéletrajzot. Tegyél mellé egy kísérőlevelet. És sajnos, akik hozzamosabb ideje egy helyen dolgoznak, nem biztos, hogy rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel, hogy hogy kell egy jó figyelemfeltelt önéletrajzot elkészíteni. A tagunknak a gyermeke most került ki az iskolapadból, jött volna dolgozni a munka világába, és még sosem volt állásinterjú. Nem tudta elképzelni se, hogy éles környezetben hogy működik az,
és neki is a segítségére voltunk az önéletrajz elkészítésével, az önéletrajznak a beadásával az adott céghez, és hogy is segítettünk fölkészülni is neki az éles interjúra. És úgy gondolom, hogy maga ez a webinárium sorozat is hozzájárul az ismeretek bővítéséhez, hiszen itt is munkajogi, munkavédelmi, egyéb így szakszervezeti van. Hasznos információkról beszélünk. Így van, ennek is ez volt az egyik fő célja, amikor 9 héttel ezelőtt életre, vagy hát 10 héttel ezelőtt életre hívtuk ezt a webináriumot, hogy tudást, ismereteket adjunk át a legújabb módon. Picit ugye itt a járványügyi időszak is megnehezíti azt, hogy a tagok megkeressenek minket, személyesen ugye mi is korlátozottabban tudunk kimenni a tagjainkhoz, éppen ezért ezeken a digitális csatornákon, a Facebook, a YouTube segítségével igyekezünk munkajogi, munkavédelmi információkat, tudást eljuttatni, és ugye ezek az anyagok vissza is nézhetőek. Illetve ehhez kapcsolódóan elkészítettük azt, hogy egy kiadványt is, itt hagyd mutassam meg mindenki számára, ez a Mit tehet a modern szakszervezet a tagjaiért, amely 7+1 hasznos munkajogi érdekvédelmi ismeretet tartalmaz. És ez az MKSZ honlapján keresztül érhető el. Tehát ez a mai napon már elérhető. Ez a mai napon. A webinárium sorozattal kapcsolatos ismeret. Így van, ahogy mondod, ez a mai, egészen pontosan a tegnapi nap délutánjától elérhető. Az mtss.hu oldalt kell megnyitnod, és ott egyébként rögtön felugrik egy ilyen igénylő ablak, azt kitöltöd, és utána a lehető legrövidebb időn belül eljutatjuk a számodra ezt a kiadványt. És ahogy, bocsánat, és ahogy említetted is, arra épül föl, amit itt az elmúlt adásokban átbeszéltünk, munkaviszony létesítése, szabadságok, munkavédelmi kérdés, munkaviszony megszüntetése, témakört írásba is akkor ezután összefoglalva hozzá lehet jutni. Ha valaki ezen túlmenően is érdeklődik az MTSS iránt, szeretné a tevékenységét követni, működéséről hasznos információkat szeretne szerezni, az hogyan tud ezekhez hozzájutni? Hát akkor az MTSS kommunikációjáról kell, hogy egy kicsit beszéljünk. Ez nagyon széles körű. 5 évvel ezelőtt, 2015. szeptemberében született egy olyan döntés, hogy újítsuk meg az MTSS kommunikációját. Ennek az egyik első lépése volt egy új honlapnak az életre hívása. Több hónapos előkészítő munka után született meg az új honlapunk, www.mtss.hu címen el is érhető. Új külsőt adtunk a régi honlapnak, új tartalommal, új dizájnnal, új megjelenési formában. És azt kell mondanom, hogy nagyon nagy népszerűségnek örvend, nagyon látogatott a honlapunk. Ezen tényleg minden információ megtalálható a szakszervezet történelmétől, egészen a szolgáltató partnereig, legfontosabb hírek, hírlevelek, információk, galériák. Tehát minden, ami az MTSS-hez kapcsolódik, az a honlapon megvan. Még belépési nyilatkozat is található. A következő nagyon fontos kommunikációs csatornánk most októberben volt 10 éves, ez a Facebook, ugye facebook.com/mtss oldalon található meg, ahol arra törekszünk, hogy minden nap vagy minden másnap kerüljön föl valami hír, információ, történés a szakszervezet, a tagság, a tagcsoportok életével összefüggésbe. Nagyon jól is pörög, ha mondhatom így ez az oldal, hiszen minden nap folyamatosan nő a követőknek, a lájkolóknak az aránya, és ez közvetlen gyors információ elérés biztosít a tagságunk irányába. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 3 évvel ezelőtt létrehoztuk a YouTube csatornánkat, ahol láthatóak ezek a videók is, amik ugye a webináriumról készültek, de van rajta a MTSS-nek bemutatkozó filmje, szakmai programokat összefoglaló videó, illetve karácsonyi üzenet, vagy a nagy médiában megjelent hírek, információk, videók, amik készültek, szintén a YouTube csatornánkra feltöltésre kerültek. Nem szabad elmennünk az Instagram oldalunk mellett se, ahol ugye fotókkal, képekkel küldünk üzenetet a tagjainknak. Ezek ugye elsősorban a rendezvényeinken, amik készülnek. És hát meg kell említenem, hogy most januárban lesz 3 éves a szócikk, ami az MTSS-ről készült és a Wikipédián olvasható el. Ugye meg kell mondani, nagyon kevés olyan szakszervezet van, amely a Wikipédián is megjelenik szócikk formájába. Azt mondanám, hogy ezek a legújabb kommunikációs eszközeink, de vannak régiek is. Ezek között kell megemlítenem például a Gula magazint, ugye, ami negyedéves magazinja a szakszervezetünknek.
és 5 évvel ezelőtt is ezt is teljesen új köntösbe öltöztettük, megújuló tartalommal, új nyomdával álltunk olvasóink rendelkezésére, és itt ennek is az volt a célja, hogy ugye a közösségi média elvitte ezt a napi hírek, napi információknak a átadását, de vannak úgy gondoljuk, hogy értékálló anyagok, bemutatkozások, a szakszervezet megismerése, új tagcsoportoknak a bemutatása, törvények, amelyekről azt gondoljuk, hogy hosszabb ideig életben lesznek, amelyeknek papírformában is a tagjainknak az ismeretére hozzuk, és ezek jelennek meg a gólába. Egy ilyen magazin jellegű lett. Ugye az elmúlt időszakban, régebben több napra készebb információ volt benne. Most már inkább ilyen időtálló írásokat igyekszünk közölni benne. És hát több kommunikációs csatornánkon is megjelenik a hírlevél, amit 2015 őszén hoztunk szintén életre, itt amikor megújítottuk ugye az egész kommunikációs folyamatot, és hát nagyon büszke vagyok rá, hogy az több mint 5 év minden hetében függetlenül a történésektől, az időjárástól, az bármitől, az MTSZ hírlevél minden hétfőn megjelent. Voltak külön számjaink is, de a fixen, stabilan, minden hétfőn, akkor az MTSZ hírlevél, amely egyébként megtalálható a Facebook oldalunkon is, a honlapunkon is, illetve aki erre igényt tart, aznak a e-mail címlistánkon alapján megküldjük a e-mailbe is az ő elérhetőségeikre. És nagyon sok cég, vállalat, ahol ugye jelen vagyunk, működik fali újság, ahol szintén megtalálható a hírlevél. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon széles körül a kommunikációs csatornánk, nagyon fontos, hogy a tagjaink, szimpatizánsaink, azok, akik tőlünk információkat várnak, használják is ugye ezeket az oldalakat. A Facebookon a tartalmakat osszák meg, kedveljék, lájkolják, hogy minél többekhez, még többekhez ezek eljuthassanak. Elmondtad, hogy a felsorolt kommunikációs csatornákon keresztül az MTSZ rendezvényekről, programokról is a tájékoztatást. Szeretnének kérni, hogy erről egy kicsit bővebben beszéljél. Milyen rendezvények, programok szoktak lenni? Ugye vissza kell térnünk oda, hogy járványügyi időszakot élünk, ugye sajnos ebben az évben túl sok rendezvényt nem tarthattunk. Ugye most, mikor erről beszélünk, azt kell feltételeznünk, hogy normál időszakot élünk, amikor nincsen pandémiás helyzet. Akkor nagyon sok MTSZ rendezvény van, egy párat akkor kiemelnék ezek közül. Az egyik és a legnagyobb rendezvényünk az az MTSZ családi nap, 5 éve lett életre hívva, a budapesti vasúttörténeti parkba kerül megrendezésre. 2019. szeptemberi családnapunkon már több mint 800-an vettünk részt. Itt nagyon színes programok várják ezen a szombaton a tagjainkat és családtagjainkat. A legkisebbeknek játszóház van, az érdeklődőknek tárlatvezetés, a vasúttörténeti park, a zenés szórakoztató műsor, illetve egy pódiumbeszélgetés is mindig kiegészíti ezt a rendezvényt, ami a foglalkoztatás politikához kapcsolódik. Tehát sajnos ugye az idejében ezt nem tudtuk megrendezni a járványügy miatt. 3 éven keresztül, 16-tól 19-ig tartottak a szakmai programsorozataink, amit mikor életre hívtunk, nem is gondoltuk, hogy milyen sikeresek lesznek. Itt a kollégák mondták is, hogy hát ha majd 4-5-en elmennek ezekre, akkor az már milyen siker lesz. Hát el kell, hogy mondanom, hogy van olyan, vagy volt olyan szakmai programunk, ahol több mint 100-szoros túljelentkezés volt. Például a kecskeméti Mercedes gyárban 3-szor is el tudtunk menni, a budapesti futárközpontban, ugye a BKK-nak a közlekedési információs rendszerét mutatja be, szintén több alkalommal jártunk. De meglátogattuk a MÁV üzemirányító központját, a Dunakeszés szolnoki járműjavítót, jártunk a Lufthansa Techniknek a központjába, az M4-es metró telephelyén, meg kell említenem a Törlei pezsgőgyárat. Tehát nagyon sok helyen jártunk, ahol tényleg elsősorban szakmai ismereteket lehetett megszerezni, megismerni azt a tudást, azt a hátteret, amelyik ezeket a működteti. A programsorozatoknak szintén részese lettek az ilyen kisebb rendezvények, amelyek vagy földrajzilag épültek egy-egy területre a tagságunk számára, vagy vállalatorientáltan. Ilyen volt például a kecskeméti tagságunknak a családi napjaik, amik mindig május végén, június elején voltak az elmúlt időszakban, de ilyen regionális családi nap már volt Miskolcon a Bosch dolgozóinak, a Tiszaújvárosban, a Csabélba dolgozó tagjainknak. Illetve hát nem szabad megfeledkeznünk a regionális rendezvények kapcsán a vasutas napokról, ahol tényleg számtalan vasutas csomóponton, központban tudták megünnepelni a vasutas napot a tagjaink.
számtalan előny felsoroltál, hogy miért érdemes szakszervezeti tagnak lenni. Mi az, amit mégis a legfontosabbnak tartasz, amit kiemelnél? Ahogy a beszélgetésünket is indítottuk, én azt gondolom, hogy közel 70 vállalatnál 12 ezer ember nem tévedhet. Tehát ezek olyan számok, amelyek azt igazolják, hogy az MTSS-nek az érdekvédelmi munkája az a legfontosabb. És ezt is állítanám a központjába a beszélgetésünknek, hogy miért érdemes tagnak lenni, mit nyújt számomra az MTSS, én azt mondom, hogy elsősorban a legfontosabb az érdekvédelmi tevékenység. És így ebben a 70 gyárban, vagy 70 vállalatnál dolgozó, tényleg megtapasztalhatják, hogy mennyivel másabbak a körülmények a megalakulásunk előtti időszakban, majd a megalakulásunkat követően, akár a bérek rendezésébe, a munkaidőbeosztások átláthatóságába, a munka és a szabadidő összehangolásába hatalmas eredményeket értünk el. És ez az érdekvédelmi tevékenységre vezethető vissza. És az is nagyon fontos, hogy ha már egy cégnél ott vagyunk, minél többen csatlakozzanak hozzánk, hiszen úgy vagyunk minél erősebbek és minél hatékonyabbak ezáltal. Ha valaki csatlakozni kíván az MTSS-hez, milyen módon tud belépni? Ennek is számtalan módja van, kettőt emelnék ki. Elsősorban ugye van a hagyományos papír formátumban egy belépési nyilatkozat és egy tagdíjlevonási kérelem, ezeket kell kitölteni, és azokban a cégekben, ahol jelen vagyunk, tisztségviselőinket megkeresve, számára ezeket átadva, el is kezdődik a tagság. A másik ugye egy online lehetőség az mtss.hu oldalon, ha van egy online csatlakozási lehetőség is, ha megnyitod a honlapunkon ezt az oldalt, akkor a bal felső sarokban van egy csatlakoz gomb, azt megnyomva egy űrlap nyílik meg előtted, és azt kitöltve, majd a végén engedélyezve megszületik a belépési nyilatkozat. És az automatikusan eljut hozzánk, és utána a szakértői munkatársaink felveszik veled a kapcsolatot. Köszönöm szépen! Várom minden érdeklődőt, aki a szakszervezet, illetve az MTSS iránt érdeklődik. A www.mtss.hu oldalon, illetve a felsorolt számos kommunikációs csatornán tudtok érdeklődni. A www.mtss.hu oldalon, illetve a YouTube csatornánkon az előző webináriumi adások is visszanézhetők. Köszönöm, sziasztok! Köszönöm szépen figyelmeteket, jó egészséget, sziasztok!